Türelem és békesség néktek Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, alkalmunk kezdetén a konfirmációhoz készülve a 150. Zsoltár első versét énekeljük. Istenünk, mennyei édesatyád, áldunk, magasztalunk kegyelmedért, amely által kirendeltet számunkra ezt a mai napot. Könyörgünk hozzád, mennyei atyánk, légy segítségül nékünk. Különösképpen könyörgünk hozzád ifjú testvéreinkért, akik ma konfirmációi fogadalmat tesznek. Add, hogy ez az alkalom számukra valóban a lelked szerint való indulás lehetőségévé váljon, hogy öntudatos, élőhitű, Krisztust követő felnőttekként tudjanak majd boldogulni mindennapi életükben, s a te kegyelmednek ereje hordozza és pásztorolja őket. Hatalmas Urunk, légy segítségül, kérünk, hogy a te szent lelkednek világosságával, erejével, szereteteddel védj körül bennünket, és áld meg ezt a mai alkalmunkat. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvéreim, nagy szeretettel köszöntök mindenkit, az egész gyülekezetet, ifjainkat, akik ma az ünnepeltek, szülőket, keresztszülőket, nagyszülőket, az egész gyülekezetet. Hirdetem, hogy név szerint a következők bocsátattak ma konfirmációi vizsgára, illetve fogadalomtételre: Albert Szabina, Bognár Imre Áron, Földvári Nagy Antal, Földvári Nagy Szabina, Hege Dávid, Horváth Konstantin, Jakab Tamás, Jánosi Ténia, Kovács Laura, Magyar László, Nagy Petra, Orbán Enikő, Pap Gergely, Redele Anna Lilla, Söfer Erika, Tóth Tamás és Vince Szandra. Tehát összesen 17-et. Meg is kezdjük akkor az alkalmunkat. Testvéreim, fogadják szeretettel a gyerekeknek a megnyilvánulásait. Hangsúlyozom, nem csupán ezekre a kérdésekre tudnak megfelelni, amelyeket most kérdezek tőlük, hiszen menet közben azért kerítettünk alkalmat arra, hogy mindazt elsajátítsák, amit konfirmandus ifjúként tudniuk kell ahhoz, hogy fogadalomtételre bocsátasson. Tudjuk be nekik majd esetleg azt, némelyiknek, hát vannak, ugye nem vagyunk egyformák, vannak, akik lámpalázasabbak, jobban megviseli őket egy-egy nyilvánosság előtti megnyilvánulás, és ez különösképpen igaz akkor, amikor ilyen szép számmal vagyunk együtt, hiszen más dolog megszólalni néhány ember előtt, ismerősök előtt, baráti körben, és más dolog megszólalni egy olyan környezetben, ahol még az ember nem szólalt meg.
nem csak gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is nehézséget okoz időnként ez, de Isten velünk van, és a lényeges dolog úgyis az lesz a folytatás. Tehát a jövendő, hogy hogyan élnek majd a hitnek igazságaival, amelyeket megismertek valamiképpen, és hogyan fogják gyarapítani azon keresztény ismereteiket, amelyeket csendes imádságok, keresztény meditációk és a keresztény hitélet gyakorlata, a gyülekezeti élet, az ige hirdetések és más lelket építő, hitünket építő alkalmakon való részvételek jelenthetnek. Tehát a jövendő úgyis azon múlik, hogy mennyire gyakorolják magukat majd a hit életben. Számunkra, felnőttek számára is jó dolog ilyenkor hallgatni a gyerekeket, vagy részt venni egy konfirmációs alkalmon, hiszen bennünket is emlékeztet arra, hogy egykor mi is fogadalmat tettünk, sőt, netán bizonyos értelemben számvetésre is késztet bennünket, hogy hogyan éltünk mind azokkal a lehetőségekkel, amelyeket Isten az ő igéjében és az Anya Szentegyház életében való részvételt illetően adott nekünk. Így fogadjuk szeretettel most ifjú testvéreinket. Mindjárt szólítom Albert Szabina. Szabina, miben áll Jézus Krisztus váltságunk? Szent életével és ártatlan halálával eleget tett Isten igazságának, ezzel megszerezte számunkra a bűnbocsánatot és az örök életet. Mi tehát a kereszt jelentősége? A kereszt nélkül nem tudnánk, hogy Isten mennyire gyűlöli a bűnt és hogy mennyire szeret bennünket. Igen. Mikor lesz számodra nyilvánvalóvá a kereszt titka? Amikor a Szentlélek megvilágosítja előttem, hogy érettem, miattam és helyettem történt a kereszt halál. Amikor egyetlen próféta vagy apostol sincs megnevezve hitvallásban, miért hangzik el a pogány helytartó Poncius Pilátus neve? Ez is figyelmeztet arra, hogy Jézus Krisztus kereszthalála nem hitrege, mítosz, hanem történelem. Az esemény térben és időben elhelyezhető. Amikor Júdeában Poncius Pilátus volt a római birodalom helytartója. Ő Krisztus után 26-36 közt volt hivatalban. Igen. Milyen szimbólum az az jelképe van Krisztus kereszthalálán? A fiait vérével tápláló pelikán. Ugye ott is látom ilyen szimbólum. Nos, foglalj helyet, Szabina. Sorolt fel keresztény ünnepeinket. Több ünnepeket három ünnepkörbe sorolhatjuk. A karácsony ünnepkörbe, a húsvét ünnepkörbe és a pünkösd ünnepkörbe. A karácsony ünnepkör Advent 4 vasárnapjával kezdődik, ez készület az Úr eljövetelére. December 25-26-a karácsony, Jézus születésének az ünnepe, az óévi hálaadás, ezt első szilveszter római pápáról nevezték el. Január 1-e az újévi könyörgés, ez Jézus nevének az ünnepe is, január 6-a vízkereszt, karácsony ünnepkör utolsó napján húsvagyonkednek nevezték el, másnap már a nagypőti időszak kezdődik. Hamozó szerdával kezdődik a 40 napos húsvét előtti nagybőti időszak. A nagybőt 6. vasárnapja, virágvasárnap, Jézus Jeruzsálem bevonulásának az ünnepe, utána következik a nagy hét, jelesebb napjai nagysütörtök, az úrvacsora szereztetésének az ünnepe, nagypéntek, Jézus kereszthalálának az ünnepe, nagy szombat Jézus sírban pihenésének a napja, húsvét 2 napja Jézus feltámadásának az ünnepe, és az áldozó csütörtök Jézus megmenetelének az ünnepe. Pünkösd a Szentlélek kitöltetésének az ünnepe, húsvét után 50 napra, és a reformáció ünnepén arról emlékezünk meg, hogy Luther Márton ekkor szögezte ki tételeit a Wittenbergi Várteplom kapujára, és intotta el a reformáció áldott bűnét. Nagyszerű, tökéletes. Foglalja. Földváron nagy Antal. Antal, válaszol nekem erre a kérdésre. Minéked életedben és halálodban egyetlen vigasztalás? Az, hogy mi testestől, mi lelkestől, mi életemben, mi talánban, nem hallom,
hanem az én hűséges megváltómnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen elhetett, és az én mennyi atyám akartam nélkül, hogyha asszásig elsütik el a fejemből. Igen, na, még egy másik kérdés kérdezek tőled. Hány dolgot kell tudnod a véget, hogy ebben a vigasztalásban boldogul élhet? Hármat. Először, hogy mi nagy az én bűnöm és nyomorúságom, másodszor, hogy... Mi mondja a szerint? Amikor ezt amikor bűnöm és nyomorúságom, és harmadszor, hogy milyen házat tartunk Istenek elmegszorításhoz. Igen, jól van, foglalj helyet. Vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről a szolgálat házából. Ne legyenek néked idegen és keneid én előttem. Ne csináld magadnak faragott képet és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltől szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezer iziglen azokkal, akik engem szeretnek és az én parancsolatomnak megtartják. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felneved, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Megemlékezél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Hat napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat. De a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Ne tégy azon, semmi dolgot ne tégy azon, se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálólányod, se varmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Mert hat napon át teremti az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. Ezért megáldá az Úr a szombat napját és megszenteli azt. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened átadta néked. Ne ölj, ne paráznáskodjál, ne lopj. Ne tégy a te fel a barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánd a te fel a barátodnak házát. Ne kívánd a te fel a barátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáló lányát, se ökrét, se szamarát, se semmit, ami a te fel a barátodé. Nagyon szép, hogy foglalj helyet. Dávid, kicsoda a Szent Lélek. Szent Háromság harmadik személy, akit az Atyával és a Fiúval legyen. Mikor töltötte ki Isten az ő Szent Lélekét? Nekem húsvét után 50 áldozat csodott. Ki mondhatja, hogy vette? Aki meglátta már a saját bűneit, aki felismerte a keresztét, akiben megvan a szertárazás, Krisztus követésére. Igen. Hányan tértek meg Péter prédikációjára? 3000 lelkezik, mondjuk azt, hogy a tünkösd az egyház születésnapja, ha megtértek, kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, közösségben, lényeg megtérésében és az imádkozásban. Igen. Jó, foglalja. Horváth Konstantin következik. Konstantin, mi az egyház négy ismertető jegye? Az igényhirdetése, a sákramentumok kiszolgáltatása, az egyházfegyelmek gyakorlása, a szeretett szolgálat diakónia. Így van. Hogyan tesz Isten bennünket alkalmassá egyházat szolgálatára? Mindenkinek ad valami lelki ajándékot az egész gyülekezet építésére, ezzel a karizmát. Igen, na, az első parancsolatot mondd el. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kiszabadított téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálat házából, ne legyen más Istened rajtam kívül. Jó. Még a harmadik parancsolatot mondd el. A harmadikat, tehát Isten nevének a felvételéről szól. Nem mondd hiába Istennek az Úrnak nevét, mert nem megy az büntetlenül, ha valaki hiába mondja ki nevét. Igen. Jó, foglalj helyet. Jakab Tamás következik. Tamás, kit küldött Isten a világ megváltására? Szabadítót küldött Jézus Krisztust, aki Zsidóország egy kisvároskájában, Betlehemben született, mint egy 2000 évvel ezelőtt egy kiválasztott anyától, Szűz Máriától. Mit vallunk Jézus Krisztus személyéről? Azt, hogy ő egy személyben valóságos Isten és valóságos ember, mint valóságos Isten, Szent Háromság második személye, mint valóságos ember, ami testvérünk. Igen, hogyan nevezzük Jézus Krisztus által hozott üzenetet?
evangéliumnak. Ez a görög szó azt jelenti örömhír, örvendetes üzenet arról, hogy Isten szeret, és az ember földi boldogságát, örök üdvösségét akarja. Miben áll Jézus Krisztus hármas tiszte? Abban, hogy ő proféta, főpap és király. Igen. Te részt vehetsz az ő hármas tisztében? Igen, profétai tisztem, hogy nevéről én is vallást tegyek, főpapi tisztem, hogy szívemet, mint égő áldozat, hálából neki adjam, király tisztem, hogy bűneim ellen harcoljak. Jól van, Tamás, foglalj helyet, nagyszerű volt. Akik Jézus Krisztus életét megírták, ezt a nevet kapták evangélisták. Márté, Márk, Lukács, János, ezek négyen legelőbb a helyük az Újszövetségben. Aztán az apostolok cselekedeteiről írott könyv szól hitünk elterjedéséről. Pál leveleik száma 13, amik következnek rendre elszámlálom. Rómába írt egyet, kettőt Korintusba, egyet a Galatákhoz, egyet Efézusba, egyet Filippibe, kettőt Kolosszéba, egyet pedig küldött Tesszalonikába. Két levelet vettem oda Usztánba, míg Titus Filemon zsidók kaptak egyet, Jakab is írt egyet, Péter kettőt szerzett, hármat hagyott János, Júdás egy részecskét, a végre János írta meg a jelenések könyvét. Igen, hit nélkül senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki őt keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Mit jelent az, hogy Isten a mennynek és a földnek teremtő? Azt, hogy Isten öröktől fogva való, és az egész világ az ő teremtő akaratára állott elő, mint ahogy egy palota dicséri az építészmérnököt, úgy hirdeti a világ Isten. Igen. Szentbe kell leállítanunk a Bibliát és a természettudományt. Nem, mert a Biblia nem akar természettudomány lenni, hanem hitvallás. Több ezer éves megfogalmazásban szól a korabeli ember fogalmaihoz igazodva a Teremtő Istenről, a természettudomány viszont mindig az adott kor színvonalán szól a teremtett világon. Igen, ezek szerint akkor a hit és a tudomány ellentét? Semmiképpen nem, mert a hit ellentéte a hitetlenség, a tudásé pedig a tudatlanság. A teremtés csúcsa az ember, akit Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett. Ez azt jelenti, hogy Isten igazsága, szeretete és szentségét tükröződhet benne. Ugyanakkor Isten az embert a földkerekség urává is tette, nem azért, hogy a hatalommal visszaéljen, hanem azért, hogy gondoskodó szeretettel vigyázzon az Istentől kapott lakhelyére. Mózes írt öt könyvet, elsőt a teremtésről, másodikat a zsidók jöveteléről, harmadikat lévő tárkánt a tisztéről, jelenleget a megszállás rendjéről, ötödikbe tette a törvények mását. Azután Józsuéban és Bérák Rút könyve, Sámuel Krályok Krónikák, ezek két könyvben írták meg zsidók dolgát, és Drás Nehemi és Eszterő, korábban Göltek és Dávid 150 Zsoltára, Bölcs Almoni példabeszédekre, Prédikátor könyve, Énekek Éneke, és Jász Jeremiás jönnek, aztán Siralmai ugyanennek, Ezékiel, Dániel, Hóseás, Jóel, után Ámosz, Abdiás és Jónás, Mikáláson látunk, Habakukra térünk, Zofóniás után Haggeushoz érünk, máshoz Zakariás és Malkiás jövének, ezzel vége az Ószövetség könyvének. Jól van, szerint foglalj helyet. Mikor szerezte az Úr Jézus az Úr vacsorát? Kereszthalál előtt, nagy csütörtökön este az utolsó vacsorát. Azon az éjszakán, amelyet elájultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta. Egyétek, vegyétek az én testem, mert tiétetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat, miután megvacsoráltak, és így szólt. Ez a pohár, am az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek a kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amit eljön. Igen. Hogyan fogsz készülni a szalához? Igaz bűnbánattal, részt veszek az előkészítő héten és az Isten tiszteleteken is, megbocsátok azoknak, akik megbántottak, és én is bocsánatot kérek azoktól, akiket én megbántottam. Igen. Mi az Úr a kenyér és a bor Jézus Krisztus megteretett testét és kiontatott vérét jelképezi. És mi az Úr vacsorához tűződő vér? Aki eszi az én testemet és iszza az én véremet, annak örök élete van, mondja Jézus. Még egy kérdés kérdezett tőlem, mi az egyház négy ünnepsége? Hiszek egy, szem,
egyetemes és apostoli egyház, tehát az egység, a szentség, az egyetemesség és az apostoli jelleg. Jó, a következik Orbán Enikő. Enikő. Mit szemléltet Krisztus teltalmát? Azt, hogy az Atya elfogadta a világ bűneiért bemutatott engesztelő áldozatát, a Szent Fiát megdicsőítette. Mi a húsvéti X következménye a te életedben? Az új élet engedelmessége és az örök élet reménysége. Igen. Mi Jézus Krisztus földi életének utolsó állomása? Az áldozó csütörtök, amikor is feltámadása után 40 nappal a tanítványok szeme láttára felment a mennybe. Nem lett volna jobb, ha Jézus a földön maradt? Nem lett, akkor csak kevesen találkozhatnának vele, és még kevesebben beszélhetnének vele, itt pedig Szent Lelke által mindenki minden percben kapcsolatban lehet vele. Igen, így van. Foglalj el. Mit tesz egy szent cselekmény sákramentummal? Három dolog. Egy, Jézus Krisztus szemelése. Kettő, annál a külső látható jegy. És három, van hozzá a kívülő ígéret. Igen. Mikor szerezte az Úr a keresztséget? Menve mellette előtt ezekkel a szavakkal. Nekem adatok minden hatalom mennyire és földön. Menjetek el tehát, a szeretek a nyitványá minden népet. Megkeresztelni minket, a Szatyának, a Fiúnak, a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, hogy én parancsoltam nekem, és én meg, hogy veletek vagyok minden napon, a világ végeztéig. Igen, mi a keresztségben a külső jegy? A tiszta víz, az Jézus vérét jelentíteni. Vagy a víz nem mossa a testi szennyét, úgy törli el Jézus vére, a lélek szennyét a bűnt. És mi a keresztséghez fűződő ígéret? Aki hisz, és megkeresztelkedik, az ígéret. Jól van, Gergely, foglalj helyet. Lilla, hogyan szól Isten hozzám? Minden emberhez szól az általános kijelentésben. A természet, a történelem és a lelki ismeret útján. Ám a bűn miatt az ember nem képes arra, hogy megértse ezt, ezért van szükség a különös kijelentésre. Igen, mi a különös kijelentés? Isten igéje. Ez irodalmi formában a Biblia, testet öltött alakban pedig Jézus Krisztusban van előttünk. Igen, a Biblia hány fő részből áll? Két fő részből áll, az Ó és az Új Szövetségből. Az Ó Szövetség 39, az Új Szövetség 27 könyvet tartalmaz, hogy összesen 66 könyv van a Bibliában. Igen, mi a Biblia eredeti nyelve? Az Ó Szövetségi a héber, az Új Szövetségi a görög. Magyar nyelvre először Károli Gáspár gönci református esperes fordította le a teljes Bibliát. Megjelent 1590-ben Vizsolyban. És mi a Biblia központi üzenete? Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszem, hanem örök élete legyen. Jól van, Lilla, nagyszerű, foglalj helyet. Következik Söpper Erika. Erika, hogyan szól az ötödik parancsolat? Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet az Istened, az Úr adott neked. Igen, és mit kíván Isten az ötödik parancsolatban? Azt, hogy jó atyám, anyám és nevelő szüleim iránt tiszteletek és szeretetet tanúsítsak. Sose felejtsem el azt, hogy ott mindig csak a javamat akarták. Emberi gyalogságukkal szemben pedig igyekeznek megértéssel lenni. Igen, milyen közösségeknek vagy a tagja? Család, gyülekezet, lakóhelyen, Magyarország, emberiség. Mindegyik közösségnek érdezem áldásait, ezért Isten elkötelez valamennyi hűséges szolgálatára. Igen. Na most egy nagyon érdekes kérdést kérdezek tőled. Mikor nem kell engedelmeskednünk? Ugye van a gyerekeket általában engedelmességre tanítják, de Isten igében van egy olyan kitételés, hogy mikor nem tartozunk engedelmességgel sem a felnőtteknek, sem a felsőbbségnek. Ha Isten igében szemben szól valaki, erre Péter apostolnak van egy mondása, hogy Istennek kell inkább hinni, mint az embernek. Így van. Jól van, foglalj helyet, Erika. Mi a konfirmáció? Felfedező üntvészes hallgató, megismerjük benne a református keresztény hitünk tanítását, az egyház életét és az egyház urát, amíg úgy Jézus. Igen. És mit jelent ez a szó, tehát egy konfirmáció? Az latin szó, amit tesz megerősítés, a Szentlélek erősítővel felül a célul.
csak most kezdődik a Szentlélek munkája belőle? Nem, már az is a Szentlélek munkája volt, hogy a szüleim, keresztszüleim megkeresztelték, és a keresztelség alkalmával megígérték, hogy úgy nevelnek, nevelhetnek, hogy egyszerűen nem is vallást tudjuk. Igen, na, kezd el az apostol itt vallást. Hiszek egy Istenben, a mindenható Atyában, a mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a Jónban, aki fogadott a Szentlélektől, született Szűz Máriától, és szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt, eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a holtak közül, fölment a mennybe, és jó van, Tamás, tudod jól, jól, foglalj helyet. Milyen kockázattal teremtette Isten az embert? Azzal, hogy szabadságot ajándékozott, nem akarta, hogy az ember rabszolga módon, hogy automataként szolgálja őt. Ám az ember visszajött szabadságával, és engedetlenné vált Isten iránt. Igen, mi az eredendő, vagy másként áteredő bűn? Az a mindennapos tapasztalat, hogy az őszülő bűne nemzedékről nemzedékre tovább öröklődik. Igen, hányféleképpen vétkezhetsz Isten is fele barát ellen? Négyféleképpen. Gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Igen. Elhagyta Isten a bűnös ember? Nem hagyta el. Ahogyan az ember által jött a bűn a virágba, az Isten kegyelme és ajándéka még inkább kiárat az egy ember a Jézus Krisztus által sokakra. Jól van, Szandra, foglalj helyet. Nehéz volt, gyerekek? Nehéz volt? Na, őszintén. Na, ugye, hogy nem volt nehéz. Megtanultátok, nem lehet. Nagy Bálint, konfirmációra. Istenünk ott fenn a boldog égen, szállj le hozzánk, szállj le áldva, szépen. Érted, reszket, érted ég a szívünk. Nézd, mi tiszta, igaz a mi hitünk. Itt állunk most ősi szép templomunkban, hol a te szent lelked áldva suhan. Hol atyáink hittek, drága hittek, üdvözülve szép, zsoltáros szívvel. Nézd, hogy vádik, indul egy kis sereg, egyházához mi is szépen közeleg. Könyörgünk, te kísérd az életünk, szeress, segíts, ó drága Istenünk. Szálljon utunkra tiszta égi láng, tavasz legyen, nyíljon ezer virág. Add Istenünk, lehessünk mind szentek, örömére, a gyülekezetnek. Áld és vezéreld a kis szíveket, soha ki ne fogjon a szeretet. Érzést, szépet, te adj belénk, atyánk. Áldva szeressük szülőnk és hazánk. Követhessük csak a szépet és a jót, hogy zenghessük az égi dallamot. Legyünk az emberek üdvössége, s a földön áradjon szét a béke. Megfogadjuk, itt most hitet teszünk, egyházunkhoz mindig hívek leszünk. Dúló viharban vagy napsütésben, együtt leszünk mindig, kéz a kézben. Fogadjatok be, drága szent falak, örömnap van, harangok zúgjanak. Kérünk, tárd ki felénk a kezedet, fogadj öledbe, szent gyülekezet. Köszönjük ezt a szép verset. Ifjú testvéreim, akkor figyeljetek a kérdésekre, és figyelmesen válaszoljatok meg a következő kérdésekre. Kérdezem először, kijelentitek-e Isten és a gyülekezet színe előtt, hogy a keresztségben vállalt kötelezettséget hitetek megvallása által most magatokra veszitek. Kijelentjük! Mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Ahogy megbeszéltük, tekintettel arra, hogy a gyerekek zömében már az új szövegezés szerint némi kis eltérés mutat a régi szöveggel, de az új szövegezés szerint tanulták, így az új szövegezés szerint mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában,
ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a holtak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, honnan nézhet jönni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemesen a Szentegyházat, a Szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Továbbá, hiszitek-e, valljátok-e, hogy Jézus Krisztus evangéliuma, Istennek hatalma, minden hívőnek üdvösségére, és hogy Jézus Krisztus az egyetlen közben járó Isten és az emberek között, és egyedül az ő halálába és feltámadásába vetett hitáltal igazulunk meg ingyen Isten kegyelméből. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztusnak igaz követői, református anyaszentegyházunknak holtig hűséges, engedelmes követői és áldozatra kész hívei lesztek. Ígérjük és fogadjuk. Ezen fogadalom tételetek alapján benneteket anyaszentegyházunk teljes jogú tagjainak nyilvánítlak. Felhatalmazlak benneteket az úrvacsorával való élésre és a gyülekezeti életben való teljes részvételre. A mindenható Isten áldjon meg és segítsen meg benneteket, hogy anyaszentegyházunknak valóban holtig hűséges tagjai tudjatok maradni mindenkor, megismerve és gyarapodva az Isten igazságának ismeretében, az ő kegyelmének, áldásainak és szeretetének megnyilvánulásai legyenek számotokra életetek mindennapi élményévé, áldásává. Most pedig majd egyen-egyenként is megáldalak benneteket egy áldás igével. A te teremtőd, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Az Úr szeme látja az igazakat, füle meghallja kiáltásukat. Az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Igazságra és hűségre törekszik, életet, igazságot és megbecsülést talál.
boldog ember az, aki az Úrba veti bizodalmat. Nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnének. Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az emberek. Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja. Az a jó, ha kegyelemmel erősödik meg a szívük. Tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házat. Taníts engem utaidra, Uram, hogy igazságod szerint járjak. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzzön a rosszat jóban. Én vagyok a mindenható Isten, járj én előttem, és légy fethetetlen. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Ezek az áldásigék, amelyeket most kaptatok, valóban áldásul szolgálhatnak a számotokra, meg fogjátok tapasztalni életetek során, hogy Istennek egyetlen igéje sem hangzik el hiába, egyetlen igéje sem megy veszendőbe, hanem valamiképpen beleépül az életünkbe, ahol jó dolgunkban hálaadást ébresz a szívünkben, vagy ha valami megpróbáltatás jön, akkor is élővé válik, megszólal az ige, és bátorítást, erősítést, Isten üzenetet jelent. Szívleljétek meg ezeket az igéket, amelyeket kaptatok. Mert olyan ez, mint valami nagyon hasznos dolog, amelyet elő tudtuk venni az emlékezetetekből, akkor, amikor a leginkább szükségetek van rá, mert hiszen az embernek az életéhez különösképpen hozzá tartozik az, hogy lelkileg épp legyen, és lelkileg erős legyen. A mindenható Isten tegyen benneteket lelkileg erősekké, hogy minden élethelyzetben megtaláljátok az Istenhez folyamodásnak útját és lehetőségét. Így áldjon meg benneteket a mindenható. Most pedig foglaljatok helyet.
Isten tiszteletünket pedig, testvéreim, a 378. ének éneklésével folytassuk. Részének 23. és azt követő verseiben a következő képben. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely téretetek megtörte. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatos képpen a pohárt is vette, minek utána vacsorát volna ezt mondva. E pohár az új testamentum az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek a kenyeret és isszátok a pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, míg nem eljöven. Testvéreim, most tegyünk bűnvallást Istenünk színe előtt a következő képpen. Hatalmas Isten, színed előtt lélekben lebonulva, megvalljuk, hogy mindenestől fogva nyomorult kározatra méltó bűnösök vagyunk, és ha te rajtunk meg nem könyörülsz, bizony elvesztünk. Annyiféleképpen vétkeztünk ellened és embertársunk ellen. Tisztátalan gondolatok, tisztátalan szavak, tisztátalan illetlen indulatok és megnyilvánulások. Annyi és annyi nyomorúság, baj, tévedés, bűn lelkünk. Hiszen annyiszor elhúzasztottuk cselekedni a jót, amit pedig te számunkra elkészítettél. Könyörgünk hozzád, hatalmas Isten, hogy irgalmaz nekünk. Hiszen nincs másban reménységünk. Senki más nem tud segíteni rajtuk. Egyedül te, és egyedül a te egyszülött fiad, a mi Urunk Jézus Krisztusnak egyszeri és tökéletes áldozata. Megtöretett szent testének, kiontott drága vérének érdeme által nyerünk színed előtt bocsánat. Irgalmaz nékünk mindenható Isten. Amen. Megvallottuk e két bűneinket, fogadalom tételben, amikor elmondtuk az apostoli hitvallást, megvallottuk a mi keresztény hitünket. Most még Anyaszentegyházunk rendje szerint néhány kérdést teszek fel, amelyre egymás és a mindenható Isten színe előtt hallható szóval válaszoljuk meg.
Isten jelenlétében megvalljátok-e, hogy az ő isteni mértéke szerint büntetést, halált és kározatot érdemlő bűnösök lennétek, ha rajtatok meg nem könyörülnek, megvallják. Hiszitek-e, hogy Isten könyörülő kegyelme megjelent Jézusban, aki az ő kereszthalála és feltámadása által örök életet szerzett a benne hívőknek? Hiszen ígéritek-e, hogy ti a kegyelemért úgy adtok hálát, hogy megváltott emberekként az ő dicsőségére igyekeztek élni? Ígérem, én is mind ezeket veletek együtt megvallom, hiszem és ígérem. Most azért én, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak méltatlan, bár hivatalos szolgája, hirdetem ti néktek, a ti bűneiteknek bocsánatát, amelyet kész megadni a mindenható Isten az ő szent fiának érdeméért. Most pedig majd szép renddel járuljatok az urasztalához. Szent lelke által tegye bennünk áldássá az ő igéjét és az ő sákramentumának javait. Imádkozzunk most ezért. Hatalmas Urunk, légy áldott azért, hogy az evangélium e szent jegyekben is hirdettet, hogy engesztelő és megváltó kereszthalálodnak részesei lehettünk, hogy ami valóságos a kenyér és a bor, oly valóságos a te irgalmad is rajtunk. Segíts bennünket, hogy meg tudjunk maradni szüntelen a te utadon. Kegyelmeddel, szereteteddel, szent lelkeddel vezérelj, és védj körül minket szüntelen. Hallgass meg imánkat, hatalmas Istenünk.
Szent Fiat, Krisztusunk nevében. Amen. Az örökkévaló Isten áldjon és szenteljen meg titeket az ő szeretetével, kegyelmével és szent lelkével. Amen.